Fontos mérföldkőhöz érkeztek a kajakkenu sportág versenyzői, hiszen jelenleg is zajlik az első felnőtt és U23-as válogató, illetve ifi tájékoztató verseny Szegeden. Mi pedig megmutatjuk nektek az esemény legfontosabb helyszíneit. A pálya egy mesterségesen kialakított meder, amely tavaly volt 40 éves. A legutóbbi felújítás 2019-ben történt, akkor a tornyot és a mögötte lévő lelátót újították fel, illetve akkor épült a pálya túloldalán lévő híd is. Volt már sok nagy verseny a Matyéren, többek között 4 felnőtt világbajnokság és egy Európa-bajnokság is. Elindulok a K2 női ifjúsági U17-U18 500 méteres ötvénynek mezőre. Sokan nemzetközi szinten és a világ legjobb pályájának tartják a Matyért. A szezon során itt készül például az olimpiai bajnok Kopasz Bálint, de rengetegszer hoznak ide korosztályos edzőtáborokat is. Minden egyesületnek van egy saját bázisa, ahova kitelepszik, és ott a versenyzőknek lehetősége nyílik arra, hogy bemelegítsenek a vízre szállás előtt. Mögöttem pedig a mérlegelés látható, ami azért nagyon fontos, mert hogyha egy adott hajónak nincsen meg a megszabott súlya a futam után, akkor akár a versenyzőket ki is zárhatják. A híd egyik oldalán található a már korábban említett lelátó és torony, illetve a versenyzők is azon az oldalon szoktak melegíteni, illetve vízre szállni. Miután vízre szálltak, áteveznek ez alatt a híd alatt, és így fel tudnak evezni fentre a rajtokhoz, és így nem akadályozzák meg azokat, akik éppen a pályán versenyeznek, illetve a futamok alatt az edzők is ezen a hídon biciklizve, futva, rollerezve tudják biztatni a versenyzőiket. Mögöttünk egyébként már állnak be a rajtgépbe a női kenusok az előfutamra, úgyhogy nagyon fontos az, hogy ne rajtoljunk be, és most nem rajtolt be senki, hiszen ha berajtolunk, akkor az a rajtgép, ami az előbb ilyen duda szóval lecsapódott a vízbe, simán vissza tud minket lökni, amiből lehetnek kellemetlenségek is. Mögöttem pedig a befutó található, ahol éppen például Molnár Csanádért elsőként célba az előfutamban, akit egy korábbi videóból is megismerhettetek már. Zajlik is az eredményhirdetés, ahol a sikeresebb versenyzők a dobogóra is felállhatnak. Gratulálunk! Több emlékezetes győzelmet is kiemelhetünk innen a Matyérről. Például 2006-ban Kovács Katalinnak 6 aranyérmet sikerült szereznie a világbajnokságon, 2011-ben Vajda Attilának C1 ezer méteren sikerült világbajnoki aranyérmet szereznie, ami elmondása szerint nagyobb élmény volt neki, mint az olimpia, és ide tartozik még Kopasz Bálint 2019-es világbajnoki győzelme is. A verseny végeztével pedig már csak a hajókötés van hátra.